Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, kora reggel óta vendégműsor vezetőnk, Fazekas Ágnes, a Népszava főmunkatársa, de tudják, még a Népszaván kívül Ági dolgozott sok helyen, és ő egy olyan vendégműsorvezető, aki nem kímél sem engem, na meg pláne nem a riportalanyokat. Na akkor most nézzük a nyomtatott médiával, hogy áll szembe. Ágnes, itt egy síró amerikai elnök, vagy csak valami a szemében dagadó washingtoni botrány? Obama félti az amerikai demokráciát. A megválasztott amerikai elnök kategórikusan cáfolja a hírszerzés állításait. Van erről véleményed? Ez egy hosszú szappanopera, ami... De erre van szüksége a népnek, nem? Igen, de azért nem szép. Akkor szép lenne, hogyha csak könnyek fakasztására indították volna. De itt az orosz befolyás valószínűleg tényleg létezik. Azért beszélek csak feltételes módban, mert a CIA vezetői is hol cáfolják, hol azt mondják, hogy igen, van, de valószínűleg tényleg nagyon komolyan létezik egy olyan fajta orosz befolyás, nem csak Amerikában sajnos, amelyik hát itt azért meg tudta fordítani, úgy tűnik, az amerikai választást, és ez azért nem jó, mert az amerikai elnök, ha tetszik, ha nem, valamilyen módon a világ ura. És hogyha egy orosz Putyin elnök, vagy a Putyin elnök bármelyik embere bele tud ebbe szólni, hogy ki legyen, akkor ennek hát nagyon rossz folytatása lehet. Jeget robbantott Németh Szilárd. Januárban általában uborka szezon van. Ám Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke úgy döntött, hogy a befagyott jeget fölrobbantja. A mai Népszava azt írja, hogy eltakarítanák Németh Szilárdot is a közéletből. Mi történt? Miről van itt szó? Lemaradtam valamiről? Nem maradtál le semmiről, ugyanis a Kormányinfón Lázár János már hosszabb ideje, nyilván te is emlékszel rá, azt mondja, hogy Soros György olyan befolyással van az országra. Azt jól emlékszem, már... olyan augusztus közepén mondta a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter. Igen, megmondta később is, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Sőt, ha jól emlékszem, már májusban azt mondta. Akkor lehet, hogy a kormány feladata, illetve a nemzetbiztonsági bizottság feladata. Vannak, azt mondta, hogy vannak iratok is, bizonyos tanulmányok arról, hogy a civil szervezet, a Soroshoz köthető civil szervezetek külföldön hogyan befolyásolják a kormányt, hogy itt is tulajdonképpen a Nemzetbiztonsági Bizottság elé kéne citálni civil szervezeteket. Tehát ez nem most őket? Kezdődött, nem, mert rendre azt mondják a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki tagjai, és az paritásos bizottság, hogy a civileknél nincs keresnivalója a nemzetbiztonságnak. Csak azért mondtam, hogy visszamegyünk, mert ez nem a januári uborka szezon. Ráadásul Németh Szilárd, jelesül a Fidesz alelnöke, a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke és a Fidesz frakció alelnöke, illetve a vezetőhelyettese, ő már... ha jól emlékszem, novemberben, vagy még előbb azt mondta, hogy majd januárban lesz valami. Tehát itt ezt hát valami csak történt, hisz a kinyitom az általad is szerkesztett meg vezetett Népszavát, akkor itt az első oldalon, aztán támadás a jogállam ellen, süllyed a hajó, mindenki kétségbe van esve, ezt írjátok ti. Aztán az elektronikus média is ezzel foglalkozik. Na nézzük, hogy mit mond a Magyar Hírlap ugyanerről. Putyin elnök, megint Putyin, jó, ezt hagyjuk. Alapítvány segíti a szientológiai áldozatok
Semmi köze a szientológiának. Üzlet vagy hit? Alapítvány segíti a szientológiai áldozatának felelőpésében, írja Bánkároly. Mi az a szientológia? Ez valami... Fejezzük be az előző témát fél percben, mert tudom, hogy megy az idő. A kormány tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy Putyin Oroszországban úgy gondolta, hogy azokat a civil szervezeteket. Ágnes, van egy héber mondás, hogy tény ezer különbséget teszi, RF Havdalot. A putyini Oroszország és a mai Magyarország azért nem ugyanaz. Tehát itt igen, a parlamentben megválasztott igen, emberek értem, ülnek, ott akiknek is vélemény. Hát ott mondjuk is, ott is. Igen, tehát... De ott vannak oligarchák, mindenféle egyebek. Itt is vannak oligarchák. Mindenki az arra figyelmeztet, hogy ez nem a putyini Oroszország. Éppen ezért a civil szervezeteket, akik a demokrácia kontrolljai, én tudom, hogy te nem vagy oda a civil szervezetekért, de akkor is az engem nem zavarnak a demokrácia a kontrolljai, hogyha ezekre egy vezető kormánypárti politikus kiáll, és azt mondja, hogy el kell őket takarítani, akkor, én már pedig ezt mondta, hát ez nem szerencsés szóhasználat. Itt nem a nem szerencsés, ez egy nagyon pontos szóhasználat volt a részéről, mert ez a kormány szándéka, akkor igenis azt jelenti, Ági, hogy a demokráciát akkor Lázár János miért nem így fogalmazott? A miniszterelnök nem így fogalmaz. Szerintem ennek a tanárembernek ez egy vagy fölhevült, vagy embereket nem lehet eltakarítani. Tehát a 21. században de civileket sem. Tehát nem lehet. Tehát hiába mondod azt, hogy én nem szeretem a civil szervezeteket, én meg nem bírom ezt a hangnemet. Tehát nem lehet embereket eltakarítani. Értem, ez eltakarítani a hangot, szemetet értem, szoktunk. Ezt a hangot, ezt Németh Szilárd Fidesz alelnök használta, ő ezt lehet, okkal... hogy nem volt jól. Nem. Tudatosan egy parlamenti képviselő, vagy egy alelnök, vagy ennyire hevült, vagy ideges volt, vagy nem lehet, hogy majd ma korrigálja? Mindent megteszünk, nem hogy korrigálta Schiffer András egyébként, aki annak idején az egyik civil szervezet ügyvédjeként, ez a TASZ, ingyen és bérmentve védte Orbán Viktort, ő azt mondta, hogy ha jól idézem, hogy valami nem stimmel, mert ő is megpróbálta menteni Németh Szilárdot, azt mondta, hogy ennyire nem lehet hülye Németh Szilárd. De az átlátszó pedig azt írta, hogy itt a Fidesz amerikai kampánygurúja áll a háttérben. Tehát itt nagyon nem egyszerű a ki dolog. Ki a Fidesz amerikai kampányúlja? Hát a Finkenstein. Ó, ő róla érdekes dolgokat mondnak, azt is szokták mondani, hogy a Likudnak is ő az embere. Igen. Na de hát a Likudban sem így szoktak, azok sem igazán lelkesednek a civil szervezetekért, de ott egy egész más probléma van. Értem, de hogy állítólag ő adott ötleteket ide. Na most a szájentológusról, hát persze. Na most ha a szájentológusokról beszélünk, az nem civil szervezet. Az egy olyan szervezet, ami bizonyos országokban be van tiltva. Hát igen, az egy nagyon tehát számomra elképesztő szervezet, én elég sokat olvastam róluk. Dr. Péter Falvi Attilának a megnyilvánulásaival látom, hogy ő sem igazán díjazza, ő pedig nagyon tényszerűen szokott fogalmazni, tehát ő nem kaphatja el magát, az ő szakvéleménye nem pontosan a szientológia egyháznak kedvéz. Hát persze, hogy nem, mert nem is egyház, ezt Magyarországon is így gondolják, hanem valamiféle szekta, amelyik... Mit történhetett Németh Szilárddal? Tessék? Mit történhetett Németh Szilárddal? Ja, visszatérünk? Fölidegesítette. Nem. Egyszerűen képtelen vagyok napirendet élni, hisz ő egy ezt kiváló polgármester mondani. Volt. De ezt nem tudom, mennyire volt kiváló polgármester, leváltották. Azt se tudom, mennyire volt kiváló egyéni képviselő, leváltották. Se nem polgármester, se nem egyéni képviselő, listán vitték be. Elveszítette a körzetét. Ági, voltál te már listás parlamenti képviselő?
Nem. Még én sem, hát akkor onnit tudjuk, hogy mi a különbség. Érezzük. Hát az a különbség, hogy a választó elment, és nem szavazott rá. Azért került föl egy listára. Abban a kerületben. Az lenne a feladatom most, hogy megvédjem, és én nagyon kedvelem őt, de ez a tegnapi szereplés, ez muszáj, hogy rákérdezzek. Novemberben, ha jól emlékszem, novemberben, lehet, hogy már októberben, de én november elmétem, ő előrevetítette, hogy januárban jeget lesz valami. Na most ez nem véletlen, nyilván ez egy kormányzati szándék. Németh Szilárd már több. Másfél percünk van, és jön a híradó. Egyre több a kínos ügy Hatházi Ákos körül, írja a Magyar Idők. Hatházi Ákos holnap lesz a vendégünk. Lehet, hogy valaki befolyásolni akarja ezt a politikai pártot, hogy továbbra is ő legyen a társvezető. Társelnök. Társelnök. Lehet, hogy az LMP-t akarják befolyásolni, ahol hétvégén tisztújítás lesz. És az LMP párt tagjai a Magyar Időket olvassák? Nem, de nem a Magyar Időkben van egyedül, hanem a TV2 kezdett neki menni először Hatházi Ákosnak. Hétvégén tisztújítás lesz az LMP-be, Csárdi Antal elindul Hatházi Ákos ellen, de Hatházi Ákos nem csak azért van a bögyükben, mert társelnök, és nem feltétlenül az az érdekük, hogy leváltsák, vagy nem váltsák le, el akarják hallgattatni. Barátom azt mondják, hogy egy ragyogó állatorvos. Igen, de el akarják hallgattatni, mert folyamatosan, ugye amióta elkezdte a korrupció infóit, és folyamatosan érkeznek hozzá, ugye az egyik ügy hozza a másikat, folyamatosan érkeznek hozzá újabb és újabb ügyek. De ő nem egy civil szervezet, egy politikai pártnak értem, a társelnöke. Értem. Hisz percekkel ezelőtt azt mondtad, hogy a civilek feladata ezeket a korrupciós igen, ügyeket. Igen, Hatházi Ákos akkor kezdte még el egyébként a korrupció amikor kutatást. Amikor kilépett a Fideszből. Ő nem volt fideszes parlamenti képviselő soha. Szekszárdon volt képviselő, és amikor ott a Trafik Mutyi helyi képviselő, amikor ott a Trafik Mutyit elkezdte, a helyi Trafik Mutyit megpiszkálni, akkor kilépett. Ő akkor kezdett el foglalkozni korrupcióval, és így kereste meg őt több ellenzéki szervezet és párt tudomásom szerint, és a végén az LMP-hez csatlakozott. Ági, sajnos műsoridőnk lejárt, mert a híradó az szent és sérthetetlen, de nem beszéltünk MSZP és az árnyék kormányról, arról beszél Molnár Gyula, nem beszéltünk jobbikus ultimátum vonának, írja a Magyar Idők, és természetesen nem beszélünk a Magyar Nemzetről, akit nem is szemlézünk, akik nagyon mocskosul neki mentek televíziónak, az én személyemet. Arról már nem is beszélünk, de mi azért mindent megteszünk kedves nézőkért, úgyhogy ha valaki a Magyar Nemzetet akarja olvasni, menjen és fizessen elő rá, aztán ha találunk benne valami nagyon érdekeset, azért elmondjuk önöknek titokban, hogy senki ne tudja, azért reggelenként én átnézem, ugyan érdekes rángásai vannak az ujjamnak, ma semmi érdekeset nem találtam, úgyhogy nem költöttük drága pénzünket, hisz főszerkesztő, aki nem csak hogy antiszemita, hanem telefonbeszélgetéseket próbál megírni, úgyhogy nem foglalkozunk vele, és addig, amíg a tulajdonosa nem kér tőlünk bocsánatot, hogy elhatárolódik, lehet, hogy ez soha nem fog megtörténni a főszerkesztőjétől, addig nem szórakoztatjuk önöket a Magyar Nemzet híreivel, de aki úgy érzi, hogy azt akarja olvasni, az csak menjen és vásárolja meg. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ma akkor a reggeli óráktól Ágnes, a Népszava főmunkatársa, úgy illenék, hogy elmondjam a családi nevét is, Fazekas Ágnes, a Népszava főmunkatársa, egy őshonos újságíró, akit ma viszont láthatnak a különböző televízió csatornákon, akik élőben közvetítik a kormányinfót. Figyeljenek oda, hisz Ágnesnek biztos lesznek érdekes kérdései, biztos, hogy érdekes válaszokat fognak kapni. Hamarosan őt is visszavárjuk, és akkor most jöjjön a híradó, és utána a többi magazinműsor. Továbbra is tartsanak velünk, a viszontlátásra.